a mézes kalács ember. Hol volt, hol nem volt, élt egy öreg asszony a férjével egy kis öreg házban. A párnak nem voltak gyermekei, magányosak voltak. És az asszony egy nap elhatározta, készít egy fiút mézes kalácsból. Kedves uram, ma sütök egy mézes kalács embert. Mindent összekészített, aztán óvatosan bekeverte a tésztát, majd kinyújtotta, és kivágott egy csinos mézes kalács embert. Á, milyen jól néz ki ez a mézes kalács ember! Meg is sütöm nyomban. Az öreg asszony betette a sütőbe sülni. Várt egy darabig, majd ismét a sütőhöz ment. Finom az illata. Mászból csinálta a haját és a száját, cukorkából a szemeit és cseresznyéből a gombjait. Miután elkészült, felpattant a mézes kalács ember. Az asszony megijedt, amikor látta, hogy az emberke elszalad. Na, gyil meg! Az ablakon átfutott. Áj! Áj! Fuss! Fuss! Amilyen gyorsan csak tudsz, senki sem kap el. Én vagyok a mézes kalács ember. Az öreg asszony utána futott, de nem tudta elkapni. És a mézes kalács ember csak futott és futott. Áj! Míg futott, meglátta a tehén. Friss az illatod. Bekapnálak, olyan finom. Az öreg asszony elől futok, de elfutok én egy ilyen kövér tehén elől is, mint te. Elén, de elám. És a tehén a kislegény nyomába eredt. De a mézes kalács ember gyorsabban futott. Fuss, fuss, amilyen gyorsan csak tudsz, senki sem kap el, én vagyok a mézes kalács ember. A tehén futott a mézes kalács ember után, együtt az öreg asszonnyal, de nem tudta elkapni. A mézes kalács ember csak futott, aztán találkozott egy disznóval az úton. Finn, falatnak tűnsz, be is kapnálak, de íziben. Próbálj csak meg, mocskos disznó, nem tudsz elkapni. Az öreg asszony elől futok, és futok a tehén elől, és biztos, hogy előled is elfutok, de elám. Fuss, fuss, amilyen gyorsan csak tudsz, senki sem kap el, én vagyok a mézes kalács ember. A disznó is beállt az asszonyhoz és a tehénhez. Futott az ember után, de nem tudta elkapni. A mézes kalács ember csak futott és futott, míg futott, meglátta a tyúk. Ó, de jó falat, ez kellene az én csibéimnek. A tyúk a mézes kalács ember után szaladt. Jól nézel ki, jó leszel vacsorára. Hazaviszlek a csibéimnek, mézes kalács úr. Az öreg asszony elől futok, és futok a tehén elől, és futok a disznó elől, és biztos, hogy előled is elfutok, te tyúkeszű, elám. Fuss, fuss, amilyen gyorsan csak tudsz, senki sem kap el, én vagyok a mézes kalács ember. A tyúk futott a mézes kalács ember után együtt a csapattal, de nem tudta elkapni. A mézes kalács ember büszke volt magára. Micsoda lassú népség ez! Ám futás közben lassított, mert meglátott egy folyót. Félt, hogy esetleg elházik a vízben. A folyóparton meglátott egy rókát, éppen iszogatott. Ez aztán a finom falat a gyomromnak. A róka és a mézes kalács ember után futott. Hé, te ifjú ember, lehetünk barátok, ha nem bánod. A mézes kalács ember
most először hallott eféle beszédet. Nagyon megörült. Nos, Róka úr, nem bánom, de van egy feltételem. Halljam hát, Mézes Kalács úr. Segítenél átmenni a folyón? Persze, ifjú ember, miért ne? A Mézes Kalács ember nagyon megkönnyebbült. Gyere, Mézes Kalács úr, pattanj a hátamra, segítek átszelni a folyót. A Mézes Kalács ember felmászott a hátára, és miután a ravasz róka elérte a folyó túlpartját, a levegőbe lökte, és kinyitotta a nagy száját. Ham! És bekapta a Mézes Kalács embert. Valóban roppant ízletes volt. Ez lett a vége a Mézes Kalács embernek.